szomorú kis iskola volt a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskola szoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyeremtán még ma is csupasebb a padfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt két-két jópajtás s addig furt faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora F betüket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok dolgot, azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, mikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú sáppad fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi ha volna öcsikém? kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legénke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg bános pék. Öreg bános volt a legágról szakadtabb ember a falunkban, belőle űzött tréfát minden pajkos siheder. Hát neked mi a neved? Három matyi. Mesében se lehetett ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette a nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három matyit. Egy matyinak is kicsi vagy, fiam, hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot. Három matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyak alapját. Tudod mit, fiam, mondta a tanító úr, telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világa télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világéletemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három matyi volt a legjobb deák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak három matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugolt csak három matyi. Ha írt, csupa gyöngy szem, ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckét, ha föld mondta, csak úgy makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni. Elhányta a betüket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú verép. Mi a bajod neked, matyi fiam, tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett sáppat orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák őse, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel ez ajra. Neki támasztotta a fejt a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat, és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit összeszedte az egyet mását, és könyvbe szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben, elmegyek három matyékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmi dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, Karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsipál volt. Kinizsipál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge négy hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. Négy hét óta beteg, az öreg bános pék, s azóta három matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsétek meg ezt a kis hőst! Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is, én is. Egész életemben büszke leszek rá, hogy három matyi mellettem választott helyet magának.